Nincs egy éve sem, hogy ünnepélyes keretek közt letették a bölcsőde alapkövét. Az intézmény a Manóliget bölcsőde nevet kapta. Sok egykori bölcsődés vagy szüleik emlékezhettek a salét romos falakra, a kor követelményeinek már megfelelni nem tudó épületre, melynek állapota a benne nyújtott szolgáltatás rovására is ment. Magyarországon a bölcsődei fejlesztés megkülönböztetett figyelemben részesül. 2010-ben, a Családbarát Fordulat évében a kormány azt a célt tűzte ki maga elé, hogy minden erejével segítse azokat, akik családban szeretnének élni. Ehhez az alapoktól kellett újra szervezni az addigi balliberális kormány családpolitikáját, ami nemhogy támogatta volna, de sajnos sokkal inkább nehezítette a gyermekvállalást. 2010 előtt gyermeket vállalni jóval nehezebb volt, a családok sokszor elszegényedtek, az akkori kormány gyakorlatilag kihátrált a gyermekes családok mögül. Elvették az egy és a két gyermekes családok adókedvezményét, a három gyermekes családokét pedig rendkívüli mértékben csökkentették. Ahogy csökkentették a gyes időtartamát is, amit szintén a kormánynak, a jobboldali kormánynak kellett visszaállítania. Akadt tehát 2010-ben bőven tennivaló, és azóta is eltelt majdnem másfél évtized, és rengeteget léptünk előre. Létrehoztunk egy olyan átfogó rendszert, amelyre a gyermeket vállalók bátran támaszkodhatnak. Ma is azért dolgozunk, hogy egy komplex családtámogatási rendszerünk segítse a családi békét, segítse a békét és annak megtalálását. A kormány 672 millió forintos támogatást hagyott jóvá, amelyhez Karcagvárosa 35 millió forintos önrésszel egészített ki. Így épülhetett meg az új négycsoportos bölcsőde. Ebből az összegből bútorozták be az új épületet, illetve az udvari játékokat is ebből szerezték be. A mai rohamosan átalakuló világunkban fejlesztések nélkül egyetlen település versenyképessége sem garantálható. Büszkén mondhatom és állíthatom, hogy Karcagváros az elmúlt 5 évben ebből a szempontból kiállta a próbát. És még büszkébb vagyok talán arra, hogy 2 éven belül immár másodszor adhatunk át bölcsődei nevelés céljait szolgáló, a kor igényeinek megfelelő létesítményt. Úgy tartja a mondás, hogy aki bölcsődét épít, az bízik a jövőben. Mi itt Karcagon bízunk a jövőben, bízunk településünk jövőjében. Mert egy ilyen beruházás nem szól és nem is szólhat másról, mint a jövőről, az eljövendő nemzedékek biztonságáról. Bizonyára vannak itt közöttünk sokan, akik még emlékezünk a régi ütött, kopott, itt-ott rogyadozó épületre, az omló, vizes, salétromos falakra, és most, hogyha látjuk az új modern kor követelményeinek megfelelő épületet, akkor joggal állapíthatjuk meg, hogy a múltból a jövőbe vezető út egy fontos állomásához érkeztünk ezekben a percekben. A mai ünnepélyes átadás tehát szervesen illeszkedik az előbbi felsoroláshoz és célokhoz, hiszen az új bölcsőde sokkal többet jelent egy egyszerű ténynél, nem kevesebbet, mint a jövőt és a jövőbe vetett hitet. Karcagváros önkormányzata tehát bízik abban, hogy a fiatalok megtalálják a településünkön a boldogulásukat, mert hiszünk a közönségben, hiszünk gyökereinkben, melyet aztán szeretnénk továbbadni az előbb is látott fiatal gyermekeinknek. A Manóliget bölcsőde a 2024-2025-ös nevelési évtől, vagyis szeptembertől várja az első bölcsiseit.